A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit, ünnepelünk. Május 6-a 1875-re emlékezünk, hiszen Budapesten a Szabadság téren először rendeztek Európában hivatalos szabadtéri sporteseményt, és az ezredforduló óta ezen a napon ünnepeljük a magyar sportot. A Magyar Sportnapja alkalmából, hiszen ezért jöttünk ma itt össze, Eszterházy Miksa díjat kapott szervező munkájáért, Székesfehérvár megyei jogú város polgármesteri hivatalának szervezési irodáján dolgozó barátunk, Magony Tamás sportmunkatárs, tisztelettel köszöntelek, szervusz Tamás. Köszöntök én is mindenkit. Ez nagy ünnep volt, hiszen a Puskás Arénában maga Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára, illetve a legendánk Gyulai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökétől vehetted át olimpiai bajnoktól az eresztmelést. Ez egy nagyon rangos elismerés. Mielőtt beszélgetünk a te szakmai pályafutásáról, mi volt az első gondolatod, amikor megkaptad az értesítést? Meglepetéssel vettem át az értesítést, és arra gondoltam, hogy a lakossági sportot, a lakosság rendszeres sportolását elismerték ezzel a díjjal. Igaz, rajtam keresztül, vagy az én közreműködésemmel, illetve az én személyem jelenítette meg ezt az egészet, de én mindig is úgy gondoltam, és úgy is gondolom, hogy a sportolás területén a leglényegesebb az a lakossági sport, és minél többen rendszeresen sportoljanak az egészségük javítása vagy fejlesztése érdekében, hogy minél tovább éljenek egészségesen az emberek, és természetesen nem lehet elhatárolódni a többitől se, tehát egymásra épül, de a lakossági sportban mindenki benne van, és én úgy gondoltam, hogy ennek a tevékenységnek az elismerése ez a díj. Ezúton is gratulálunk, ugyanakkor egy kicsit menjünk vissza a múltba, hiszen 3 évtizede emberöltönyi távolság mióta megérkeztél Székesfehérvár, ugye 1993-at írtunk, de egy kicsit menjünk vissza előre, hiszen egy érdi kisrác, nyilvánvaló, hogy egy érdi kisrác abban az időben számára nagyon fontos volt a sport. Ez így van, hát már gyerekkorom óta folyamatosan a sportolás, illetve a sport szervezése volt, amit tevékenykedtem. Elsősorban az általános iskolában, de hát a barátokkal említhetném most Külajost, hogy a grundokon játszottunk, amikor akár egy park, vagy egy mezőből egy kihasított kis füves pályát csináltunk, letettünk pólókat, és úgy fociztunk a barátokkal a nyári szünetben például. Utána természetesen az iskolai évek alatt már utánpótlás sportolásként focit választottam, és hát Érden fociztam én is az érdi csapatban, különböző korosztályokban, de közben az általános iskola felső tagozatában már olyan testnevelő tanáraim voltak, akik nagyon aktívan részt vettek abban, hogy az osztályban, akik erre a területre fogékonyak voltak, beszervezték. Tehát a testnevelő tanár mellett milyen segítő sport szervezők voltunk, akár az osztályban, akár az iskolában, egy-egy iskolai focikupát, vagy kézilabdakupát, akkor mi is a testnevelő tanár mellett segítőként kezdtük szervezni, meg a lebonyolításban is részt vettünk. Tehát onnan ered ennek a
szeretete, de természetesen a sportolás szeretete is. Igen, aztán már végzett tanárként Kazincbarcikára kerültél. Ez egy nyilvánvaló, hogy egy olyan út, ami azért meglehetősen távol van a szülőhelyettől, lakóhelyettől, az akkoritól. Hogy kerültél Kazincbarcikára, és hogyan indult a tanári pályafutásod? Hát én már Érden is tanítottam általános iskolában, de utána feleségem kazincbarcikai, és hát a Kazincbarcikára költöztünk, és ott tanítottunk mind a ketten. Én egy általános iskolában kezdtem, ahol egyből a szervezés, diákolimpiák, szeptemberi időszak, ugye egyből elkezdődnek a különböző diákolimpiai versenyek, úgyhogy nagy elánnal belevetettem magam, és mindenféle olyan versenyre jelentkeztünk az iskolával, amiben a gyerekek, illetve a diákok szerettek volna indulni. Ez az alap nálam, hogy akikkel kapcsolatban vagyunk, vagy együtt tevékenykedünk, hogy az ő igényeiket is azért figyelembe vegyük, és akkor lehet igazán jó rendezvényt csinálni, illetve jó részvételt is. Na most Kazincbarcikán elindult a diákolimpiai tevékenység, a tanári tevékenység, illetve Csóta József, a Miskolci Egyetem akkori tanszékvezetője, egyébként ő a kosárlabda, Magyar Kosárlabda Szövetség alelnöke volt akkor, és hát hívott, hogy nincs a kedvünk az egyetemen is a hallgatóknak a tollaslabdát megismertetni, természetesen hát Kazincbarcik, a Miskolc 20 kilométer, tehát nem távolság, és a körcsarnokba elkezdtük. Először ott is 3 pályánk volt, és utána már 9 pályát kellett felfesteni, mert annyira népszerű volt. Ugyanis az volt az alap, hogy mindenki jól érezze magát, sportoljon, közösségben legyen, egymást megismerjék, és a tollasosokon kívül, akik ugye tollaslabdára jelentkeztek, tehát őnekik aláírásra ment, a teniszesek, a kosárlabdások, a röplabdások, mindenki ott volt. Tehát ez már egy komplex történet. Ez egy komplex történet, és hát Csótai úr is csodálkozva tekintett, hogy ennyire népszerű. Hát ha bár, ugye azért a Honvéd Pap József ese Miskolcon, a válogatottakkal a nagy család, Nagy György és gyermekei nagyon híres tollaslabdások voltak, és meghatározó volt a Honvéd Pap József ese abban az időben, tollaslabda területén. Őket is beszerveztem, jöttek bemutatót tartani, úgyhogy élményszerű volt, és a testnevelő kollégáim az egyetemen csak keresték a gyerekeket, hogy hol vannak a teniszesek, kosarasok. Hát mondom, mindjárt mennek, még 10 perc van az órából, még egy picit szeretnének tollaslabdázni, de odaérnek időbe. Tehát ez egy ilyen történet aztán volt. Aztán jött a váltás, időközben megmutatom ezt az államtitkárságon kapott, amit egyébként hadd mutassam meg, igen. Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter és Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár írta elő, még egyszer majd megnézzük. Viszont aztán jött a nagy váltás, több száz kilométer és Székesfehérvár. Akkor, mint tudjuk, még a Városi Sporthivatal kezelte ezeket az ügyeket, tehát a Városi Sporthivatal munkatársa lettél 1993-ban, 2 esztendeig. Igen, alapvetően 93-ban gondoltuk, hogy egy új lehetőség adódott itt Székesfehérváron, a feleségemnek rajztanári állás, és én meg észrevettem, hogy a Városi Sporthivatalban a kolléganő, aki dolgozott, ő Gyesre ment, és megürült egy hely. Én meg megpályáztam, ez olyan június vége körül volt, 93. június, és mikor eljöttem először megbeszélésre, egyeztetésre, Vas János, a sporthivatal vezetője fogadott, és vele beszéltünk, és rövid időn belül meg is állapodtunk, hogy én 1993. szeptember 1-től a sporthivatalban tevékenykedek, a diáksport, szabadidősport és a táborok területe lett az enyém. Rózsa Ákos kollégám, aki ugye a sporthivatalban ő vitte a versenysportot, utánpótlássportot és mindenféle olyan adminisztrációs dolgokat, statisztikát, és a szövetségekkel is ő tartott elsősorban a kapcsolatot. Tehát közösen
kezdtük el a munkát, és 93. szeptember 1-én megérkeztem, tanévkezdés, és az első hónapban a területen minden egyes iskolát meglátogattam, minden egyes igazgatóval, testnevelő tanárral a helyszínen beszéltem, illetve megnéztük a lehetőséget, a körülményeket, még a testnevelő tanári szertárt is, hogy milyen lehetőségek vannak, és közösen kialakítottunk egy olyan elképzelést, hogy együtt csináljuk ezt a diáksportos, szabadidős sportos munkát. Tehát ezt vitted tovább tulajdonképpen, aztán két esztendő múltán, 95-től ugye köztisztviselőként dolgozol, és az önkormányzat az alap. Igen. Tehát ezt tovább vitted, és elindult egy olyan folyamat, ami máig tart, és egy fantasztikus történet. Ugye általában mindenki a nyitott tornatermekről beszél, hiszen ez is a nevedhez fűződik 2004-től, tehát az 10 esztendő múltán. Viszont azokat az elképzeléseket, amit elkezdtél még Kazincbarcikán, azt elhoztad ide. És ráadásul rendkívül sikeres lett. Igen, méghozzá hát 1994-re azért még menjünk vissza, amikor Székesfehérvár a kihívás napján vett részt először, és akkor jött az a hatalmas nagy löket, hogy a lakosság olyan nagy igénnyel rendelkezett a kihívás napján, hogy különböző egyéni programokat, vagy csoportos programokat is javasoltak a városi programba, úgyhogy ez indította el azt az elképzelést, hogy eljussunk a nyitott tornateremig. De előtte még a kazincbarcikai, vagy a miskolci példát említve, 94 év vége felé, sőt, már nyár folyamán is, elkezdtük, vagyis hát próbáltam olyan személyeket megtalálni, ami a tollaslabdás területet nem csak a lakossági sport, hanem az utánpótlás diáksport területén is népszerűsíteni tudja itt Székesfehérváron, illetve a Vármegyében. És megtaláltam régi edzőket, testnevelőtanárokat. Itt például a Kossuth iskolában Kelemen Józsi bácsi testnevelőtanár, aki országos döntőig vitte a Kossuthos akkori gyerekeket, és diákolimpián aranyérmesek is lettek. A megyében pedig Molnár István tanár urat, aki Móron, Csokakön ugyanezt végrehajtotta, és első szóra segítségüket ajánlották föl. Tehát már nyugdíjas években is aktívan részt vettek ebben a munkában, és utána rövid időn belül testnevelőtanárokkal is tudtunk olyan együttműködésre jutni, hogy először a iskolai tollas életet, illetve utána a baráti körös tollas életet, tehát a lakossági tollaslabdázást próbáltuk szélesíteni, és annyira sikerült, hogy baráti társaságok és olyan közösségek alakultak, hogy már elválaszthatatlan volt, és ez ugyanúgy a megyére is sikerült. Nagyon-nagyon fontos, amit mondasz, hiszen itt három különböző dologról beszélünk. Az egyik oldal a lakossági szabadidősport. Én azt gondolom, hogy ez az, ami nyilván a diáksport, illetve az utánpótlás sport is nagyon sokat köszönhet, viszont nagyon jó körülnézni minden körülmények között, tavasszal, télen, nyáron, bármikor, hiszen a szabadidős sport oly módon terjedt el, hogy az valami fantasztikus látványként is, és azt hiszem, hogy nagyon sokat tesz az egészségért, hiszen a töpörtyüktől a nagyocskákig, anyukák, nagymamák, nagypapák, mindenki mostanában. És ez az egyik oldalra a Nordic Walking, hiszen az is neked köszönhető. Igen, a nyitott tornatermi program, ugye ahogy említettük, 2004-től indult itt Székesfehérváron az önkormányzat közgyűlésének döntése értelmében mindent biztosít hozzá az önkormányzat, anyagi és tárgyi feltételeket, a személyi feltételeket természetesen közösen, a szakmai végzettségek alapján, és jelen pillanatban odáig jutottunk el, hogy minden város körzetben működik női torna, nyugdíjas torna, illetve olyan sportolási lehetőségek, ahogy ne kelljen átutazni a város egyik pontjáról a másikra. 5 perc alatt oda lehet sétálni. És ez rendszeres, hetente egyszer, kétszer, háromszor, illetve négyszer is van, aki részt vesz ezeken a foglalkozásokon díjmentesen. Ezt egyébként most
már 5000 fölött van a létszám hetente, rendszeresen ennyien sportolnak a nyitott tornatermi programba, és 74 foglalkozás vezető végzi ezt a tevékenységet. De erre ráépítettük, hogy ne csak a tornateremben legyen, a Fejér megyei Szabadidős Sportszövetség szakmai segítségével. Itt Horváth István akkori elnök, most tiszteletben elnök a Fejér megyei Szabadidős Sportszövetségnél, és a jelenlegi elnök Paral Bálint, akik nagyon sokat tesznek ennek érdekében, és a Nordic Walking az minden életkorú lakosnak ajánljuk, és nagyon könnyen elsajátítható, intenzívebb, mint a sima gyaloglás, tehát botokkal történő északi gyaloglásnak hívják. Hát ez Finnországban a nyári, a síelők nyári edzése egyébként, szárazföldi edzése, és mindenkinek ajánljuk, mert megelőzés jelleggel is, illetve természetesen egy teljesen átmozgató mozgásnak is megfelel, tehát egy sportolásnak. Természetben jó körülmények között, szakemberek irányításával és díjtalanul, tehát díjmentesen, egy speciális botok segítségével. Ráadásul itt Fehérváron egyre több olyan hely van, ahol profi körülmények között lehet ezt űzni. Igen, minden egyes városkörzetben most május 2-ától elindult, azért május 2-ától, mert most ért odáig a Fejér megyei Szabadidős Sportszövetség, akivel hát 94-től kezdetektől én folyamatos szakmai kapcsolatban is vagyok, és egyébként ennek a szabadidős tevékenységnek a eredménye is ez a díj, mert a Magyar Szabadidős Sportszövetség elnöksége javaslatára kaptam meg ezt a Esterházy Miksa díjat. Visszatérve a Nordic Walkingra, tehát május 2-től minden város részben elindították közösen a foglalkozás vezetőkkel ezt a programot. Különböző időszakokban, hogy a lakosság minden egyes része megtalálja azt a lehetőséget, hogy díjmentesen részt vegyen. Van például 9 órától 10 óráig, van 10 órától 12-ig, alsóvárosi réten például, ami nagyon szuper körülményeket ad, és nagyon jó a terep. A másik pedig vannak állandó, egész évben működő helyszínek, például az Öreghegyi Közösségi Művelősi Ház elől, ott egyébként most partsorolta tájfutó világbajnokunk emlékére van a rendezvény. Horváth István Nordic Walking oktató vezetésével minden hétfőn, jelen pillanatban 18 órától 19 óráig. Igen, ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, amelyeket mondasz, és de azért még tegyük hozzá, hogy itt vannak, tehát városi, megyei vagy vármegyei, mindegy, illetve országos szabadidős sportrendezvények. Az egyik legfontosabb nyilvánvaló a kihívásnapja. A kihívásnapja az Európai Sporthét, a Movivik, a világgyalogló napok, ez mind-mind a csapatodé, ha úgy tetszik, amelyet te indítottál el ugye 1994 óta. Igen, mondhatjuk azt, hogy a legnépszerűbb az a kihívásnapja. Azt Székesfehérváron mindenki nagyon várja. Május utolsó szerdáján van a kihívásnapja, idén május 29-én. És a többi az általában egy-egy időszakra tevődik, tehát például az Európai Sporthét a szeptember utolsó hete. Utána van a világgyalogoló hónap az október hónap végig. Tehát olyan időszakokban, ami a természet is, illetve a különböző körülmények a legideálisabbak. Amit még meg kell említenem, mondtad a csapatot, hát nekem egy kicsit bővebben mondom, a lakossága csapatom, mert a lakossággal együtt csináljuk. Természetesen vannak szakemberek, így meg kell említenem a testnevelőtanárokat, az edzőket, az egyesületeket, a szövetségeket, akik ugyanúgy segítik ezt a tevékenységet, és az érdekük is, hogy segítsék, vagy csinálják. Természetesen közösen a lakossági sport, illetve a mozgás érdekében. Tehát, hogy minél többet mozogjanak, egészségesebbek legyenek, jól érezzék magukat a fehérvári személy emberek, és közösségben legyenek, ha kell valami segítség, akkor egymást tudjuk segíteni, úgyhogy ez egy nagy család, és mindenki megteszi annak érdekében, hogy jó legyen a tevékenységét.
Időközben szeretném megmutatni, így talán látszik, Eszterházy Miksa, a díj alapító, és egyik nagyon fontos kérdés, majdnem elfelejtettem. Az, hogy az is a csapatodnak köszönhető, hogy az Európai Sporthét kezdeményezésében immáron Székesfehérvár kiemelt helyszín. Azt hiszem, hogy ez mindenféle értelemben megerősítés a neked is, a csapatodnak is. Igen, hát a kihívás napjára is, az Európai Sporthétre is az önkormányzat nagyon nagy segítséget ad, akár a tájékoztatás szempontjából is, és akik ezt tervezik, akiket elmondtam az előbb, ők ez alapján még jobban megerősítést tudnak nyerni, hogy a lakosság időben tudja az eseményeket. A médiának nagyon nagy szerepe van, úgyhogy innen szeretném megköszönni minden olyan személynek, aki ezen a területen dolgozik, és a lakosság érdekében minél többször akár a nyitott tornatermet, akár az említett eseményeket, kihívásnapját, nem akarom sorolni, Európai Sporthét, Világgyalogló Hónap és egyéb lakossági rendezvények, de nem csak azokat, amit mi szervezünk, hanem amit a fehérvári egyesületek, civil szervezetek, akár nyugdíjas egyesületek saját maguknak szerveznek. Tehát ez egy olyan erőt ad mindenkinek, hogyha időben tudja, hogy a programját hogy irányítsa, akkor a mindennapjaiba be tudja illeszteni a rendszeres sportolást. Igen, ez a lényeg. Igen, mert most már kimondhatjuk, én azt hiszem, és ez megerősítés nyert, hogy Székesfehérvár a versenysportban a sportok városa, hiszen ha azt mondjuk, hogy jégkorong, labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, öttusa, stb. Ott vagyunk Magyarország, sőt a világ élvonalában egyes sportágakban. A másik pedig, hogy az, hogy a szabadidősportok tekintetében is felzárkóztunk, és ez jó részt mondom az elmúlt három évtizednek köszönhető, az a te műved, illetve a csapatodé, és én ezt szeretném megköszönni mindannyiunk nevében, és azt mondom, hogy mivel rövidesen kezdődik az az időszak, amikor aztán a napsütésben kismillió egyéni szabadidős sportolókat fogunk látni a városban, hát ez pedig, ahogy már te is említetted, mindenképpen megerősítés. Igen, mindenkit várunk, és én mindenkit arra ösztönzök, hogy jöjjenek minél többen, minél több rendezvényre, sportoljanak családostól, vagy egyénileg, és a szakmai segítők mindenben segítenek a helyszínen. Egész évben akár hetenként, háromszor, négyszer is, mert sokkal tovább élünk, és nagyon rövid az élet. Tehát használjuk ki ezt a lehetőséget, és a sportolással biztos vagyok benne, hogy meghosszabbítjuk az életünket. Történjék így. Tamás, még egyszer minden Székesfehérvár és minden Fehérvár megyében élő nevében köszönöm szépen. Köszönöm neked és a csapatodnak, hogy segítetek nekünk ebben. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem pedig Magony Tamás volt, aki az elmúlt héten, május 6-án pontosan átvehette az Eszterházy Miksa díjat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.